Mai vendégünket nem kell különösen bemutatni a nézőknek. Talán abból is kitalálnák, ha egy dallamot kezdenék el dúdolni. De most nem hagylak énekelni, Ildikó. Inkább elárulom, hogy a Magna Cum Laude frontembere Mező Misi a vendégünk. Szia, köszöntünk! Szia, Misi! Tivadar megakadályozta, hogy kibontakozzon. Ha már szépen énekel, most de én most megengedem. Kész, elmúlt az esély. Pedig a vidéki sanzont azt csengő hangként használtam éveken keresztül, és a többi dallamot is ismerem. Na, de nem baj. Kicsit ugorjunk vissza a múltba. Te Gyula mellett születtél Doboz községben. Milyen volt ott a gyermekkorod? Fú, hát az életem legszebb, nem is tudom, hány évet töltöttem ott talán. 14 évet. Ma is úgy gondolok vissza, hogy szerintem nekem volt a világon a legjobb gyerekkorom. Olyan helyen nőhettem föl, ahol valóban gyerek tud lenni a gyerek, és mindent ki tud próbálni, és ebbe segítség volt, és partner volt mindkét szülőm, hogy elég rendesen elengedték a gyepőt, hogy akkor menj, fedezd föl a világot. És olyan furcsa, hogy mostanában, amikor visszamegyek, akkor így az arányok megváltoznak felnőtt fejjel. Gyerekként azt hittem, hogy milyen nagy az a élővíz csatorna, ami ott folyt el az utca végén, és most meg megyek, és egy kis csatorna az egész. Gyerek fejjel meg egy hatalmas folyónak tűnt, meg az egész sánc, ami körbeveszi Doboz települését, és annyira jó volt ott tényleg megélni a gyerekkoromat. És zenés családba születtél. Igen. Nekem, zenéltetek? Mert minden nap zenéltünk, nem biztos, hogy örültek a szomszédok, de zenéltünk. Mi akkor is zenéltünk, hogyha bánatunk volt, valami történt, valami tragédia családon belül, vagy akkor is zenéltünk, mikor valami olyan mérhetetlen örömet tudtunk megélni. Nekünk ez ilyen tényleg mindennapos volt, olyan, mint mikor az ember fölkel és elvisz a gyerekeket iskolába vagy óvodába. Nekünk az volt, hogy a zenélés az valami hasonló volt, és mindig így furcsán nézek, mikor valaki úgy mondja, hogy hú, milyen fantasztikus dolog lehetett, hogy zenéltetek. Mi nem úgy fogtuk föl, hogy ez egy fantasztikus dolog. Nekünk ez ilyen, az életnek egyfajta velejárója volt. Természetes. Abszolút. És te körülbelül akkoran 10 évesen döntötted el, hogy te zenész igen, teszel? Igen. Aha. Szomszéd bácsi megkérdezte, hogy mi leszel Miska, mert engem úgy hívtak ott, hogy Miska. Mi leszel, ha nagy leszel? És gondolom, valami olyat várt, hogy mit tudom én, kukáskocsi vezető, vagy traktoros, vagy nem tudom mi, mint a gyerekek nagy többsége. Kosárfonó. Az is lettem. Vagy én azt mondtam, hogy zenész leszek, mert én szeretnék a színpadon állni, és boldoggá tenni az embereket a tehetségemmel. Ezt mondtam 10 évesen, és ők engem kiröhögtek, kivéve édesanyámat, meg édesapámat, akik ezt véresen komolyan gondolták, hogy én tényleg ezzel fogok foglalkozni. Aztán jött a pályaválasztás, nagypapám ő fafaragó volt, mellette prímás, és én azt gondoltam, hogy ezt az irányt fogom továbbvinni, hogy én ilyen kézműves szakmát fogok tanulni. Aztán korán rájöttem, hogy hiába végeztem ezt a két sulit, volt hozzá tehetségem, azt kell, hogy mondjam, de valahogy a zene az nem hagyott nyugodni, és tudtam, hogy én nem ezt fogom csinálni. Az tök jó, hogy elvégeztem ezt a két sulit, meg utána ugyanabban a suliba leérettségiztem, de nekem nem ez az utam. De te táncoltál is? Mert az édesapádnak volt látszik, egy... Alkatomon. Róma zenekar, ő igen. Volt a művészeti vezető. Igen, is, igen. Gyermekkorban én gyerekként... Azt tanultad, vagy úgy nem, jött a véredben jött. Majd? Jött, hát ugyanúgy, mint a zene, amikor autentikus cigány zenekarba belecsöppentem, édesapám vezette ezt a zenekart, akkor mi se tanultuk azt, hanem így ösztönösen jött az egész, és milyen jó pofa, hogyha egy kisfiú táncol egy kislánya, és én voltam a kisfiú, aztán így szépen lépkedtem föl a ranglétrán, a táncosból már lett énekes, mikor már tudtam gitározni, akkor énekes gitáros, aztán amikor édesapámnak elege lett az egész zenekarosdiból, akkor azt mondta, hogy csinálta tovább, fiam, hát én se tudtam sokáig fegyelmezni azt a sok embert, úgyhogy én ezt pár évig csináltam. Uh-huh. És édesapád ugye kombánysofőr is volt, olyan. És volt egy verseny, egy kombánysofőr verseny, és annak a nyereményéből ugye vett neked egy gitárt. Te mindent tudtok róla. Ja. Minden biztos nem. Hát, nagyon sok minden. Igen, ez életem meghatározó
gesztusa volt édesapám részéről ez. Uh-huh. Ez a verseny előttem, mint hogyha ma történt volna. És 20 000 forint volt a fő nyeremény, és ő nagyon sokat ment azért, nagyon sokat dolgozott. A versenynek a lényeg az volt, hogy bizonyos idő alatt ki az, aki nagyobb földterületet tud learatni, és ő nyerte meg, és 20 000 forint volt a fő nyeremény, és 21 000 forintba került a gitár. És de akkor az nagyon sok pénz. Az rengeteg pénz volt. Igen. És hát azért én egész szegény családba nőttem föl, és hát apám nem a családi kasszába tette ezt a pénzt, hanem azt mondta, hogy a nagyfiának szeretne vásárolni egy gitárt, hogy ez így elindítsa, vagy segítsen. Emlékszel arra az érzésre, amikor megkaptad ezt a gitárt? Hát, hogyne, hát nem akartam elhinni. Hát. Ugyanúgy, ahogy... arra is emlékszem, amikor a saját keresetemből megvettem az első sportcipőmet, és vasárnapi nap volt, kimentem a futballpályára, mert valami futballpálya mellett volt egy kézilabdapálya, és kézilabda meccs volt, női kézilabda meccs, és nem mertem rálépni a cipőmre, mert annyira féltettem. Hát ugyanez volt a gitár is. Hát én nem akartam elhinni már azt, hogy dobozol egy kis településre, én bemegyek a Békés Csabára, a hangszerboltba, ahol rengeteg szebbnél szebb gitár lóg a falon, és akkor leemelünk egyet, és az az enyém lesz. Hát gyakorlatilag más a településen nem volt gyerek, akinek saját gitárja lett volna, én voltam az első. És ezek... és fiatalon ugye gitárral azért jól lehet hódítani, nem? Hát hódítottam is állítólag, nem tudom. Hát igen, az annyira első... tudnak a férfiak gitárral hódítani. Bármilyen hihetetlen abban az időben nem is feltétlen az dominált nálam, hogy most én ezzel udvaroljak, még dobozon. De az hanem, jön hanem, automatikusan. Hanem az, hogy jól esett, hogy nem csak a kortársaim előtt lehetek nagy menő, ha lehet úgy mondani, hanem a tőlem idősebb generációs csodálkozva néz, hogy te ismered ezt a Republic dalt, vagy ezt az Edda dalt, és olyan jó eső érzés volt, hogy én el tudtam játszani, ezzel én több vagyok. Aztán természetesen jött a középiskola, meg a gimnáziumot már azért inkább lehetett udvarolni a gitárra. Ja. Nagyon jó hangulatot lehet teremteni a gitárra. Hát, ti, ha összegyűltök páran, akkor előkapjátok a gitárt? Hát én teremtettem is, én nagyon sokszor vittem suliba magammal a gitárt, és akkor volt olyan óra, hogy nem is tanultunk, hanem azt kérte a tanárnő, hogy én énekeljek és gitározzak. Persze, hogyha többen összegyűlünk, akkor előkerülnek ezek a hangszerek, meg bármilyen hangszerről van is szó, akkor megszólaltatjuk. Hisz szerintem a zene lényege pont az, hogyha közösségben vagy, és mondjuk olyan emberek vannak még többen, akik értenek a hangszerekhez, vagy tudnak zenélni, biztos lesz egy-két-három olyan nóta, amit mindannyian ismernek, és akkor az elengedhetetlen, hogy az a dal az fel is fog csendülni. És az első zenekarod ugye a Három Amigo volt, majd jött utána a Lábomba. Igen, órán addig gitározgatott. ugye ez a diák éveid alatt volt. Abszolút, igen. Három Amigo, hú, de szép időszak volt, Istenem. Mind a hárman gitároztunk és énekeltünk, és annyira jó visszagondolni erre az időszakra. Felkértek bennünket egy étterem, hogy hétvégén muzsikáljunk ott, péntek, szombat, vasárnap kellett ott játszani Kecskeméten az El Diablo mexikói étterembe, és hát az nekünk gyakorlatilag azt jelentette, mint hogyha nem tudom, Los Angeles-i turné lennénk, egy munkásszállóban voltunk elszállásolva, és vonattal mentünk Gyuláról Kecskemétre, ott aludtunk, hajnalig zenéltünk, majd a munkásszállón aludtunk, aztán folytatódott ez három napon keresztül, életünk legszebb időszaka volt, és utána ez picit komolyabbra kapcsolva lett a Labomba zenekar, akikkel most 17 év után összeállunk egy koncertre, a héten fogunk játszani, pénteken Békés Csabán a Kolbász Fesztiválon, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk, és annyira jó első érzés volt az, hogy mikor összejöttünk újra próbálni, akkor gyakorlatilag minden azonnal a dalok szerkezete, a zenei poénok, amiket kitaláltunk, a szövegek azonnal jöttek, úgyhogy nem is nagyon kellett gyakorolni, hogy az emberbe mennyire megmarad ez a jó érzés. De volt olyan, hogy évi 250 koncertet adtunk, úgyhogy az egy... Én ott tanultam, megmondhatom a zenész szakmát, azt, hogy egyáltalán hogy kell jelen lenni a színpadon, hogy kell kommunikálni a közönséggel, és én mai napig hálás vagyok a srácoknak, hogy ezt így együtt élhettük meg. És
És aztán jött a magna cum laude. Az párhuzamosan 1999-ben. Hú, de rég volt. Nem volt egyből nagy sikeretek. Volt egy hosszú időszak. Hát mi 7 évig szenvedtük ezt, ha lehet így fogalmazni. Azért ki kell mondanunk, hogy abban az időben nem feltétlenül az ilyen típusú zene hódított teret, inkább a Lagzi Lajcsi, Lakodalmas és a playback dolgok voltak népszerűek, és mi igazából nem szerettünk volna beállni ebbe a sorba, hogy mi tátikázunk. Életünkben egyszer volt olyan, hogy egy ruha szponzor meghívott bennünket egy gálára, és ott el kellett tátikázni a dalainkat. Hát ahogy lejöttünk a színpadról, mindannyian azt mondtuk, hogy a büdös életbe soha nem akarunk ilyet csinálni. Ha már nagyon kaptunk... nehéz, nagyon kell tudni a szöveget. Igen, de levegőt venni. Én azt gondolom, hogyha a jó Istentől mi kaptunk egy tehetséget, akkor azt mutassuk már meg, vagy hogyha már nem vagyunk képesek, mert itt kopott az ember hangja, vagy bármi, akkor meg egész egyszerűen méltósággal kell ebből kiszállni, vagy megöregedni, nem tudom, én így gondolom. Persze, úgy, hát nem jó a playback, vagyok, hogy le lehet bukni ezt azért. Nagyon mondom. Nehéz időszak volt, és szándékosan nem fogom megnevezni a művészt, akit láttam egy koncerten, véleményem szerint Magyarország legjobb énekese, és elment egy koncertre, ahol playbacken adta elő a műsorát, de egyébként ez a művész, ennek van egy nagyon komoly zenekar, akikkel világszínvonalon muzsikálnak, csak ő most egyedül mente, és képzeljétek, amikor vezetékes mikrofon volt, és kiesett a kábel, és ugyanúgy ment tovább az ének. Uh-huh. És olyan illúzió romboló volt, hogy egy ilyen kaliberű énekesnek miért kell ezt csinálni, de az az ő uta, ő sorsa, ő dolga nem is rám tartozik. Mi azért a zenekarra így nagyon, nagyon mély dolgokat éltünk meg, mire elindult valami körülöttünk. Amúgy volt, amikor megfordult esetleg a fejetekben, amikor reménytelennek láttátok, hogy mondjuk feladjátok, vagy ez soha nem volt opció? Figyeljetek, ha egy 25 éves zenekar azt mondja, hogy minden tökéletes az ő életükben, és minden olyan harmónia van, azt ne higgyétek el, mert hazudik. Az a szépet akarja mutatni. Szerintem minden zenekar életében voltak mélypontok, minden zenekar életében abba akarták hagyni, elegük volt a másikból, mindenből elegük volt. Aztán mégis... Meg az anyagiak, amikor... Hát anyagi rész arról nem is... Olvastam, hogy te is vonattal jártál is, a koncertre. Hát, figyelj, mi azért megszenvedtük ezt elég rendesen, és most ez nem panaszkodásként mondom, mert az ennyi idő után nem erre gondol az ember, meg nem ez foglalkoztatja, hanem inkább a szép dolgokra szeretünk gondolni, de azért, mikor 5 ember egy mekis menüt eszik, mert annyira nincs pénze, meg egy Warburggal jársz föl Gyuláról Budapestre egy 5 perces rádióinterjúért, ami nem tudom hány ezer forintba kerül, úgyhogy nincs pénzed, akkor meg vonattal jársz koncertre, meg úgy utazol a Warburg hátulján, hogy rajta van az erősítő a Szombodon, és mondjuk mész Miskolcra. Ezt már a mai fiatalok nem biztos, hogy tudják, mert azt látom. Egyébként meg hála a jó Istennek, hogy már itt tart ez az egész. Úgy fiatalon belecsöppenek egyből a turnébuszba, a turnémenedzser, meg minden. Megváltozott minden. Én azt gondolom, hogy ezek az együtt megélt mélységek is szükséges ahhoz, hogy összekovácsoljon egy közösséget, és hogy a magasságokat is együtt meg tudjátok élni. Így van, és 25 évesek lesztek jövőre. Április 20-án tartjátok a szülinapi partitokat. Az arénában. Már van. Készültök? Igen. A 20-as és a 15-ösnél, főleg a 15-ösnél így ellazáztuk egy picit. De jól sikerült, csak így azt gondoltuk, hogy mindenre lesz időnk, de nem lett időnk. Így tehát most már elkezdtük ennek a munkálatait, már a színpadtervezés, sorrendek összeállítása. Egy laikus azt gondolhatja, hogy leül 5 ember, és akkor összeírja egy óra hosszalat, hogy 25 évből milyen dalokat szeretnénk összeválogatni, azért ez nem ilyen egyszerű. És biztos a rajongók is nagyon várják már a koncertet. Nagyon remélem. És mi is várjuk, hogy folytassuk ezt a beszélgetést, úgyhogy kérlek, még maradj velünk.
itt van velünk újra Mező Misi. Elismert zenészként eljött az életedben az a pillanat, amikor közelebb kerültél a Jóistenhez. Ennek az édesanyád elvesztése volt az oka? Az egyik kiváltó ok, igen. Igen, hát ez mindig egy ilyen mély dolog, azt gondolom minden ember életében, hogyha szüleit elveszti. Szerintem nem vagyok egyedül, hogyha azt mondom, hogy én azt gondoltam, hogy az én édesanyám, bár hiába beteg, de egy legyőzhetetlen és egy olyan ember, aki örökké él és nagyon erős, és nem tudom, valahogy így van összerakva, azt gondolom a gyerek fejébe a szülei, és én is ezt gondoltam, hát máshogy tervezte a Jóisten, neki nem adott annyi időt, de az egész, ahogy ő elment, abba van egy hihetetlen lelkismeret furdalás, mert én, mikor hazalátogattam, én Budapesten élek, hazalátogattam, akkor nem édesanyámat, a beteg édesanyámat látogattam meg, hanem elmentem bulizni a barátaimmal. Úgy azzal a szándékkal, hogy majd másnap én a feleségemmel el fogok menni, és meglátogatom anyámat. Nem a halálos ágyán feküdt, hanem betegként élte az életét, de nem így történt. És nekem az utolsó telefonbeszélgetésem az volt édesanyámmal, hogy szégyeld el magad, kisfiam, hogy itthon vagy, és nem látogatod meg a beteg édesanyádat, és másnap meghalt. Igazából ez egy nagyon komoly lelkismert furdalással járt, hogy én miért így döntöttem. Ő várt engem haza aznap este, én nem mentem. Ők mindig várnak, szóval tudhattad. Igen, és én nagyon komoly lejtmenetbe kezdtem így, és én szerettem volna, hogyha nem tudtam, hogy édesanyámnak mi lehet a fejébe. Hogy ezért haragszik, vagy meg tud egy ilyen dologért bocsájtani, vagy nem, én saját magamat vádoltam, és hát elég sokáig tartott, míg egyik reggel fölkeltem, és gyakorlatilag reggel leköptem magam a tükörbe, és azt mondtam, hogy biztos, hogy ezt az arcot szeretné látni édesanyám. És akkor jutottam el arra pontra, hogy elengedtem és megbocsájtottam magamnak, és hát túltettem magam ezen. És ekkor fordultam igazából Isten felé, és hiszem azt, hogy ezt a döntést, ezt a változást nem én generáltam, hanem a maga a Jóisten. Jóisten kegyelméből lehetett az, hogy én ezt így lezártam az életembe. És annyira erős lett ugye a hit az életedben, hogy elvégezted a teológiát is, és a szakdolgozatodat a szabadító kegyelemből írtad. Amúgy ez milyen periódus volt? Mert ugye a tanulás mellett ugye ott volt még a zenélés is, a család. Kemény. Teológia azért, kemény menet. Hát érdekes volt, mert nekem nagyon jó barátom volt a Szenci Sándor, a baptista szeretett szolgált elnök, aki már sajnos nem lehet közöttünk. Én vele jártam, nagyon, egyébként ő merített be a Dunába. Én vele jártam nagyon sokat misszió munkába. Uh-huh. Jártuk a hátrányos vagy halmozott a hátrányos helyzetű közösségeket beszélni a hitről, beszélni Istenről, és egyik reggel, amikor beültem elé a buszba, akkor mondtam, hogy Sanyi, nekem van egy ilyen érzésem, hogy én beszeretnék iratkozni a Baptista Teológia Akadémiára, és mondta, milyen jó ötlet, és ezt reggel, ahogy elindultam otthonról, a feleségemnek is elmondtam. És csodálkozva nézett, nagyon örült neki, csodálkozva nézett, és a következő mondatot szegezte hozzám, hogy biztos lesz időd elvégezni ennyi minden mellett. Igen. Azért ez egy 4 éves suli. Uh-huh. És mondtam, hát hogyha az Istennek ez a terve, akkor adni fog megfelelő időt, kitartást, szorgalmat hozzá, hogy elvégezzem. És hát 2018-ban diplomáztam, igen. Hm. És te a közönségnek is elmondtad. De ezt milyen formában? Koncerten? Hát, igen, koncerten is, meg azért az online felületünkön is közzé tettem, hogy nekem lett egy változás az életemben, és nem tudom, én fontosnak tartottam, hogyha
hogyha én hoztam egy ilyen döntést, azt a közönségünk is tudja, halljon róla, értesüljön róla. Aztán, hogy magukba ezt hova fogják tenni, az nagyon őszinte leszek, engem már annyira nem érdekelt. Én azt gondolom, hogyha nekem szükségem volt erre a lépésre ahhoz, hogy én jobb, értékesebb, minőségi életet tudjak élni a jövőben, akkor az engem nem kell, hogy érdekeljen, hogy ki mit gondol. Értitek, hogy mire gondol? Igen, de én úgy tudom, hogy nagyon jól fogadta a Jungoltáborot. Hála Istennek, igen. A zenekar részéről is volt, a többiek részéről is egy félsz, hogy most akkor mit fog hinni a Magnacum Laude rajongó, hogy mezőmiségből lett egy szekta, vagy nem tudom én. Mindent nem, egyáltalán nem erről van szó. És közben biztos... énekled a pálinkadal. Ezt többször megkaptam egyébként, igen? hogy persze, hogy most keresztény hívőként én hogy tudok énekelni ilyen dalt. Én azt gondolom, hogy nem az alkoholfogyasztással van probléma, mert a Biblia nem ír arról, hogy nem ihatsz alkoholt. A mértékkel van mindennel, mindig mindenben. Sőt, a katolikusoknál az aláldozat. Persze, természetesen. Természetesen, hogyha mértékkel fogyasztod az alkoholt. Én mondjuk, hála a jó Istennek, én december 15 óta egy korty alkoholt nem ittam, és ezt már így a, nem tudom, hogy meddig fogok élni, de már így tervezem, mert nekem kiárt az alkoholból korábban, és érzi az ember, hogy ennyi volt. Ilyen egyszerű. És neked amúgy van egy önálló ested is, a mesélő, és az előadás menedzsere ugye azt mondta, hogy inkább ez vagy te. Amúgy miről is mesélsz akkor pontosan? Hú, hát ezt a pandémia szülte, ezt a kis programot. Kellett mesélj. Otthon ültünk, és nekem nagyon kevés barátom van, és van három nagyon közeli barátom, akik közül egyik a menedzser, Gergye Adrien, és a másik két barátom, Légrádi Andris és Burka Feri Frenki, mi így videócseteltünk, és mindig ott volt a kezembe a gitár, közben tartottuk egymásba a lelket a pandémia alatt, és ők vetették fel, hogy mi lenne, hogyha csinálnál egy ilyen estet, ilyen szóló estet, meg ezzel már nyüstölt a feleségem is nagyon régóta, hogy miért nem próbálod ki magad, és én mindig elhesegettem ezt, hogy nekem nem kell ez, mert én mint csapatjátékos vagyok, nekem az első, és egyik alkalommal én hívtam össze a srácokat egy videócsetre, hogy este ráírtak, és akkor fölvázoltam, hogy gondolkoztam ezzel, hogy akkor megcsinálom. De mondom, csak úgy csinálom meg, hogyha Adrien, te elvállalod azt, hogy ezt így képviseled, és tágra nyílt szembe, azt mondta, hogy hát ő nem ért hozzá, mondom, én sem csináltam még ilyet, együtt belejövünk. Úgyhogy azóta több mint 40 előadáson vagyunk túl. És milyen jók. És nagyon szeretik az emberek, én is nagyon szeretem, több mint 2 óra hosszát mesélek az életemről, meg zenélek, különböző korszakokat mutatok be, az autentikus cigányzenétől a Labombáig, vagy Három Amigói dicsőítő zene, amiket írok, vagy írtunk, Magnacum Laude, Budapest Bár, úgyhogy elég széles a paletta. Nagyon szeretem. És hallani rólad, hogy nagyon sokat jótékonykodsz, akár még itt Erdélyben is, a Gyergyó Szent Miklósi Gyerek Otthont segítetted, hát, és iskolákat, börtönöket. Igen. Hát amit tudok, vagy tudunk, megteszünk. Én azt gondolom, hogy a zenekar is elég szociálisan érzékeny. Hát például a Gyergyó Szent Miklósi Szent Anna Otthont a Gyergyó Szent Miklósi barátaimnál voltam vendégségben, és ahogy jöttünk haza a Békásszorosról, láttam, hogy ott kint gerebéznek, meg kapálnak a pici gyerekeket, és megkérdeztem, hogy ez mi ez itt, egy családi ház, és mondta, hogy nem, ez egy Bőte Csaba testvérhez tartozik, ez az otthon, és mondom, igen. Mondom, hogy másnap beszeretnék menni a intézmény igazgatóhoz megkérdezni, hogy bármire lenne szükségük. És akkor annyira aranyos volt a hölgy, hogy egy kis cetlire leírta, hogy hát szeretnénk, üttem 3 mosógépet, 4 hűtőszekrét, 10 kukát, stb. Hazamentem és megmutattam a srácoknak, a zenekarnak, hogy nézzétek, ezt kell beszereznünk. És ők néztek, és honnan fogunk 3 hűtőt, meg nem tudom, hogy mit. Mondom, higgyétek el, ha nagyon akarjuk, ezt össze fogjuk szedni. És ezt megfejeltük, mert egy 24 tonnás kamionnal mentünk ki, nem tudom hány raklap, tészta, tartós élelmiszer, ruhát, mindent vittünk, és annyira gyönyörű volt azt látni, hogy ők a gyerekek, az otthon lakói úgy hálálták ezt meg nekünk, hogy a kis
nappali helységbe, a hullába leültünk, és egy nagyon rossz minőségű gitárral eljátszottak két vagy három ilyen dicsőítő dalt. Hm. És ezt én valahol láttam a YouTube-on, ezt a felvételt fönt volt, és visszanéztem, és veszi a kamera a zenekart, és potyognak a könnyeink. Hm. Na hát ezért érdemes. Ilyenkor úgy körülbelül azt érzed, mikor te kaptad meg azt az első gitárt? Hát hasonló, igen, igen. Igen. Nem, egyszerűen emberi kötelességünk az, hogyha módunk és lehetőségünk van arra, akkor igenis meg kell tennünk, segítenünk kell. Véges ez az egész, mert mindenki nem tud segíteni. Én is kapok számtalan olyan megkeresést, felkérést, nem tudok mindenkinek eleget tenni, és ez nagyon rossz. Ez ember felőrli azon agyon, hogy tudnék segíteni, hogy tudnánk segíteni, de hát mindenkinek igazából mi sem tudunk segíteni. Én azt gondolom, hogyha valakinek gyerekkorában nem adatott meg minden, annak sokkal nagyobb az értékrendje felnőtt korában. És szülőként azt mondom, hogy amikor a gyereknek mindent megadunk a saját körülményeinkhez képest, amelyek lehet, hogy jobbak, mint a mi szüleink voltak, akkor nálam néha egy ilyen véscsengő beindul, hogy vajon elveszem tőle ezt az értékrendet? Vagy azt az érzést? A feleségem ugyanígy gondolkozik, és ugyanebben van, és én mondjuk a másik oldal vagyok, én hajlamos vagyok inkább elkényeztetni, és nem tudom, ezzel idézőjelbe rakom, rosszabb tenni a gyereknek, mint mondjuk a feleségem. A feleségem pedagógus, ő ennek látja a pedagógiai részét is, hogy lehet, hogy nem adom oda, vagy elveszem tőle, de ezzel mégiscsak adni fogok neki, és jót teszek. Na, nekem ez fejben nincs meg, nincs így összerakva. És amúgy te nagyon kerülöd a bulvárt. Gyűlölöm a bulvárt. Mondjuk ki, gyűlölöm a bulvárt. De most megemlítetted a feleségedet, és azt áruld el nekem, hogy ismerkedtetek meg. Figyelj, olyan a tényleg feleségem, mint Kalambónak a feleségét. Senki nem látta. Annyit lehet tudni róla, hogy Dóri. Igen. Hát, hogy ismertem meg, hát a koncerten ő rajongóból lett feleség. Igen, nem azért nem mutatom meg őket, mert szégyellem, vagy nem tudom, csúnya lenne a feleségem, mert egyáltalán nem így van, van három szép, gyönyörű gyermekünk, hanem egész egyszerűen magamnak szeretném megtartani a családomat. Van olyan zenész, művész ember, aki nem tudom, úgy tartja szinten magát, vagy úgy népszerű, hogy gyakorlatilag azt is lehet tudni, hogy a kedves feleségem milyen színű fehér nemű van, mert úgy kiterítik az életüket. Persze, mert még népszerűvé akar. De én nem akarok még népszerűbb lenni, engem nem érdekel ez a része, sőt, rendesen irritál engem, mikor olyan írott sajtó jelenik meg rólam, ami nem a valós dolgot közli. Például édesanyám halálával is volt egy ilyen, nemrég adtam egy podcast beszélgetés egy hölgynek, és akkor gyakorlatilag egy 2 forintot nem érő bulvár újság címlapján az volt, hogy Mező Misi nem ért oda a haldokló anyjához, vagy nem tudom, valami ilyesmi, nem is volt erről szó. Mindegy, én nem szeretem a bulvárt, én egyszerűen irritál, én nem nézek tévét, én nem olvasok újságot, mert engem nem érdekel, nem érdekel a sok szenny, ami ömlik rám, hanem én szeretném ezt szelektálni, hogy az az információ, ami nekem érték és fontos, azt majd én megkeresem magamnak, majd én azt utána járok, de rám a sok trágya ne ömöljön. Na jó, azt akkor nem árulod el, hogy pontosan hogy ismerkedtetek meg. Koncerten. Tehát ő rajongóból lett feleség. Kiszúrtad. Így, kiszúrtam. Igen. És ott voltál a három gyerekednek a születésénél. Ettől nem izgultál? Na, nagyon sok férfit fel kell locsolni a szülőszobában. Hát figyelj, izgulni, talán attól izgultam, hogy nekem volt egy vízióm, hogy nézhet ki egy szülés. A legrosszabb víziót elképzelted? Én azt gondoltam, hogy minden tiszta vér. A fal is, meg minden, ja, nem tudom, ott állsz, és te is úgy képzeled? Én is mint egy horrorfilmben, és gyakorlatilag én mind a három gyermekem születésén ott voltam, értelemszerűen a feleségem fejénél álltam, és a telefon bekapcsolva kamera, és gyakorlatilag fogom a feleségem kezét, de közben nézem, hogy azért a pozíció az úgy legyen, hogyha majd kibukkan a feje, akkor én ezt lássam, és rögzítsem. Felvetted?
fel, mind a hármat fölvettem, de az, mikor a feleségem annyira szenved, fogja, szorítja a kezemet, már nincs benne vér, és hátranéz, és ne kameráz! De mondom, kamerázok, és fölvettem mind a hármat. Hát annál fantasztikusabb érzés, és én is csak bátorítani szeretnék minden férfit, hogyha van lehetőség, hogy bemenjen a gyermekének a születésére, akkor menjen be, mert ez tehát annál csodálatosabb érzés szerintem nincs, mikor meghalod, ahogy fölsír a gyermeked, a saját véred, és utána te elvágod a köldök zsinórt. Csoda, csodálatos. Nagyon féltünk ettől, de a legszebb dolog. Amúgy ne arra, hogy de nem tudom levenni a szememet, amúgy a karodról, a kezedről. Milyen erős, olyan, mint egy ilyen, hát inkább a tetoválásokra gondoltam. Mert tényleg olyan, mint egy képeskönyv vagy amúgy ezek egy fontos, életet fontosabb állomás? Mindegyik. Hát én nem úgy választottam igazából zömében azért tetoválás magamra, hogy bementem egy, ittam tetkószalomba, ott volt egy újság, kinyitottam, és olyan szép az a pillangó, vagy ez a sárkány, és akkor ezt szeretném, hanem mindennek azért jelentése van, mindegyik jelentése bír. Itt fönt a karomon három pálcok ember van, a gyermekeimet rajzoltam le, mikor hazamentem. Papíron lerajzoltam? Lerajzoltam, ha hazamentem a kórházba, amikor megszülettek, elővettem egy üveg bort, fölbontottam, beleöntöttem a pohárba, megittam, és elkezdtem rajzolni ilyen pálcik embereket, és másnap elmentem a tetováló barátomhoz, és beletetováltattam. Úgyhogy... És amúgy az egy mindenlátó szem, hogyha jól látom? Így van, így van. A jó Istent jelképezi, és nem véletlenül pont a jobb kezemre varrattam, jobbkezes vagyok, és hát az ember, én jobb kézzel adok, teszek is, hogy a jó Isten lássa azt, hogy én mit teszek, mit adok. Igen. Én úgy gondolom, hogy te szoktál beszélgetni a Jóistennel. Elég sűrűn. És azt sejtem, hogy te az utóbbi időben nem is szoktál tőle kérni. Arra a legfontosabbat lehet, hogy megadta. De ha mégis azt mondaná soha neked... Soha nem kértem tőle. Soha? De ha most azt mondaná, hogy Misi, kérj valamit, akkor... Fú, mekkora kérdést tettél fel azt a mindenit. Mit kérnék? Bármi lehetne. Egy napra anyámat vissza. Ja. Lehet, hogy nagyon sok ember azt kérne, hogy legyen olyan egzisztenciám, vagy mit tudom én, legyek egészséges, vagy nem tudom ezeket. Engem az anyagi része soha nem érdekelt, én mai napig egy Suzuki Swift-tel járok, azt nem hiszik el az emberek, mert nekem ezek státuszszimbólumok, nem érdekelnek. Viszont arra kíváncsi lennék, hogyha anyám visszajönne, és egy napig lehetnék vele is beszélgetni, és egy nap alatt bepótolna azokat, amik mondjuk így elmaradtak, az jobban érdekel, mint mondjuk egy akármilyen luxus autó, vagy ház, vagy nem tudom mi. Ez engem nem érdekel. Ja. Hát bízunk abban, hogy egyszer eljön az a nap is, mikor találkozunk vele. Lehet, az biztos. Azzal, akit elveszítünk. Misi, mi nagyon köszönjük ezt a beszélgetést. Én köszönöm. Gyere még nagyon szívesen jövök, és nagyon szívesen jövünk. Köszönjük. Én köszönöm.